Szevasztok srácok, illetve lányok! Üdvözlök mindenkit a mai videóban, egy Fortnite-os kihívás videóval érkeztem, aminek az a lényege, hogy egyetlen egy ládát nyithatok ki egész mérkőzés alatt, és hát azzal a loadout-tal kell nyerjek, ami abban a ládában van. Az item shopban pedig ne felejtsétek el használni a Pink Horizon Support the Creator kódot, aki ezt megteszi, annak nagyon szépen megköszönöm. Nem játszottam azóta, amióta az előző videót láthattátok, viszont úgy gondoltam, hogy nehogy már csak egy sima videó legyen, ahol csak játszok és próbálok szerencsétlenül nyerni, hanem valami kihívás is legyen benne, mondjuk nem nekem való, mivel kihívás nélkül se tudtam nyerni, legutóbb se, de hát ha ez most megváltozik. Szóval még egyszer, a lényeg az, hogy leugrok valahova, ami jelen esetben menjen Ritero. Ott legalább lesznek akciók az elején, leugrok Riteróba, kinyitok egy ládát, és ha mondjuk mit tudom én, egy shotgun van benne, az mondjuk baj lenne, akkor csak shotgunnal mehetek. Persze nyithatok ki közben ládákat utána is, viszont csak töltény miatt. Ne az elején, hogy elfogy a töltény, aztán viszont látás, hanem plusz, hogyha valami heal kell, vagy valami shield, vagy bármi, akkor azt is kivehetem belőle, de csak az első ládából érkezett fegyverekkel nyomhatom. Na, Riteróba ugrunk. Első meccs, imádkozzunk. Azt mondom, hogy valami jót kapjunk. Egy M4. Egy M4-gel szerintem nem lehetetlen nyerni. Viszont egy shotit vagy egy SMG-t kapnék, akkor ott már azért elgondolkodnék, hogy lehetnek bajok. Jó öreg Ritero. Istenem, de szerettem ezt a helyet annó. Mennyi emlék, ott a házában mindig ugrottam. Ott van a kis market, jaj, az a market. Jaj, de szerettük ezeket a helyeket. Nagyon sokan jönnek ide. Jó, megyünk ebbe a házba. Ide is esnek, óriási a baj. Ott van valami a földön. Ja, semmi, mak vagyok, csak. Valami. Jó, lemegyünk legalóra. Nincs semmi. De, shoti. Jó, ezt a shotit most felveszem, most nem érdekel. Valamivel el kell kezdeni, ezt most megtartjuk. Mit szóltok ehhez? Viszont az első láda, ami egyben az egyetlen ládánk lesz, abba! Ott egy gyerek közben. Volt. Egy M4. Nice. Jó, ezt a csak-csakot még megiszom. És ezzel már szerintem el tudjuk kezdeni a meccset. Egy shoti és egy M4 a mi kis loadoutunk. Jó. Nem lehetetlen ezzel nyerni, én azt mondom. A földről már viszont nem fogok felvenni semmit, csak hogyha hír van. Tehát ilyen chug-jug, mini shield, stb. Ezeket felvehetem. De ezen kívül semmit. A dobjam el a shotit is végül, és azt se a földről, és azt se ládából kaptam. Jaj, aztán az egy ember. Nem, a shotit azt megtartjuk, ebben a házban voltak már. Nyitva van az ajtó. Jó, hadd legyen. Hadd lootolgasson a kisöcsi. Ez is nyitva van. Ammót is felszedték. Ajaj, itt már voltak. Itt már beza voltak. Ajaj. Oké. Oké, ammót felszedtük. Mehetünk tovább a mi kis utunkra. És mondanám, hogy menjünk be házakba, de minek? Nem vehetek fel semmit. Mondjuk shieldért meg ilyenekért benézhetek. Van is itt egy láda. Hopp, medkit, az is jött. SMG-t sajnos nem vehetünk fel. Valami shieldet! Ja, itt van kint. Uha, süket vagyok. Jó. Nagy shield, oké, szuper. Remélem nem gondoljátok csalásnak amúgy, hogy felvettem azt a shotgunt is. Muszáj voltam a legelején. Mi van, kisöcsi, félsz? Mit csinálok? Hát ez egy szere... Rohadjon meg. Rohadj, még le is táncol. Soti, az csalás volt, meg is érdemeltem.
Letáncol a gyerek, az kettő elemet nem tudott építeni. Letáncol. Semmi gond, újult erővel nekivágunk. Újult, amíg hány élete maradt a csávónak? Egy ilyen egy? Bruttó egy, vagy egy kettő? Valami ilyesmi lehetett. Biztos, hogy nem sok. Ugorjunk Salty Springsbe. Oda is biztos sokan fognak jönni, de azt a helyet is szerettem régen. Betonyám. Bolond kis Salty Springs. És hát reménykedjünk. Mondjuk az a vagy az M4-nél jobb loadoutot nem igazán kaphatok. Tehát az volt a legjobb. Ha only, most ténylegesen csak azt fogom felvenni, ami a ládában van. Nem vehetek fel a földről semmit. Kivéve, hogyha legelején vagyunk, és muszáj, hogy legyen nálam fegyver, mint az előbb. Jaj, de sokan jöttök ide emberek. Jaj, oda megyünk ahhoz a házhoz. Itt baj lesz. Fuss! Jó, megint egy soti az első. Ujjjj. Mi? Az már több volt, mint 100, amennyit adtam neki, he? Tévedek? Ujjjj. Na jó, azt a ládát ki kell szedni gyorsan, minél gyorsabban az egyetlen ládát. Oké. Grappler SMG. El kell dobni a shotit. Nem csalunk, nem csalunk. De van egy grapplerünk. Grapplerünk. Jó. Hát akkor egy izével kell, SMG-vel kell végigmennünk. Ami hát nem a legbíztatóbb. Aj, pedig ez az M4. Aj, pedig ez az M4, de szép lenne most. Honnan harcolnak? Nem látom. Na jó. Ott egy gyerek. Nagy a baj. Jó, hagyjuk érvényesülni a kis ecsit, nem? Sildezik a patkány. Na jó, menjünk tovább. Azon, hogy nem érzem azt, hogy én itt bármi eséllyel is indulok egy SMG-vel. Főleg, hogy ez hamar ki fog fogyni. Hol a láda? Táncolunk mindketten, hülye gyerek! Megérte? Egy golyó vagy! Kifogytunk. Óriási baj van. Ki fogunk fogyni? Leesett? Hova esett? Leesett a házba. Akkor is elkapom. Ez már személyes, hülye gyerek! Hol vagy? Ott van. Ki fogunk fogyni? Ez már nem játék. És megölik. Nem akarom elhinni. Ez meg itt mit lő? És azt is be... Áh! Nagyobb baj, nincs ammó! Se élet! Júj, nagyon nagy háborúban is kerülöttem. Az olyan, neki nem sok értelme van, tehát 10 ammum van. Ajaj. Ajaj, ez a láda, ez még mindig hol van? Ja, itt. Hát ez remek, legalább volt benne egy kis ammú. Level up. Easy, feküdje. Ah, ez a pump. Oké, onnan már 10 perce hallok lövéseket. Mit csinálnak azok ott? Na jó, de elnézünk, van-e valami finomság.
apának, csúran cseppene valami. Kis ammó, kis matika. Jó lesz az. Shieldünk mondjuk még mindig nincsen. Na itt még mindig komoly harcok vannak itt is. Mit lő? Miért lövi a fát? Ezt kapta. Nézzük, mit csinál. Miért nem bírok ide építeni? Ajaj. Gyerekek, itt minek shotgun? Tehát minek shotgun? Leépítjük a gyereket, az viszontlátás. Szevasz, vissza a lobbiba. Ott is van valaki. Akkor mindenhol van valaki. Na jó, kell ennek a gyereknek a... cucca. Aha, ott az ammó, ami nekünk kell. Jó, tele volt ammóval, hál' Istennek. Nézzük meg azt a gyereket, aki ott építget. Nem lehet itt izélni. Na nézzük csak a kis öcsit. Mi a szar? Az én killem lesz. Easy. Így kell belopni a killt. Oké, nincs shieldem. De ott van. Jugi. Nem ittuk meg. Idd meg, idd meg. Menekvés van. Menekvés van. Van itt valaki. Volt. Gyerekek, SMG-vel óriásit megyünk. Baj van. Ennyi volt? Ne! Nem lehet. Nem lehet. Hát mit mentünk? Hát megpróbáltuk. Az volt tényleg rohadt nehéz ezt így megcsinálni. Így, hogy csak SMG-n van, sajnos. Most azt érzem, hogy vagyok olyan állapotban, hogy nyernék egy meccset. Hogyha ténylegesen egy fullos loadout-tal nyomnám. Én azt mondom, hogy fejlődtem az előző két videó óta. Pedig nem játszottam. Na látjátok, négyes szintű vagyok. Na mindegy, ennyi lett volna ez a videó. Hát az a tanulság, hogy egy darab fegyverre nem lehet megváltani a világot, kell mellé egy shoti, meg egy AR is szerintem. De az így is hány két szereztünk? Ötöt? Csak SMG-vel? Szóval azért az se rossz. De hát azért a build fight-ba elraktuk a gyereket, aki fullos loadout-ba volt. Egy SMG-vel. Na mindegy. Ha tetszett a videó, akkor mindenképp kövessetek be, illetve lájkoljátok ezt a videót, és kommentbe pedig írjátok le, hogy milyen Fortnite kihívásos videó legyen még. Gondolkodtam ilyen only shotgunon, de az is rohadt nehéz lehet. Akkor nulla killen nyerni, szerintem az is nehéz. De mindegy, írjátok a kommentbe, hogyha van bármi ötletetek. Következő időben találkozunk Itemshopba, Pink Horizon. Köszi szépen, szevasztok!